2006-ban alakult Pintér Zoltán trióhoz számtalan kiváló szólista csatlakozott. Mintegy 2,5 éve Fekete Kovács Kornéllal úgy érezték, jó lenne zenei produkcióban együtt játszani. Azóta túl vannak sok közös munkán, várják jövőre az új lemezüket. Mind már is, hogy négyen leszünk, jól lesz a zenekarnak a legjobb, hogy mainstream lány várt, de egyelőre maradunk még úgy, hogy Pintér Zoltán trió és Fekete Kovács Kornéllal. A Kornéllal meg tudom mondani, hogy durván 34 éve és egy hónapja ismerjük egymást, még annak idején a jazz tanszakról. És igazából maga a koncert aprókója az csak annyi, hogy készülünk a lemez felvétel, és általában az amerikai nagy zenészek úgy mennek a stúdióba, fölvenni a lemezt, hogy előtte jó kitúrnézzák magukat. Mi is most már egy éve játszunk, és vidéken, Budapesten mindenféle megfordulunk, és amikor kellően összerázottak a kompozíciók, akkor bemegyünk a stúdióba, és fölveszünk a számokat. A zenekar fő profilja a mainstream hangzásvilág megszólaltatása. Ezt a műfajt igyekeznek népszerűsíteni zenei pályafutásuk során. Céljuk a közismert örökzöld számokat minél jobban, hitelesebben eljátszani. A jazzre sokszor oly jellemző improvizáció jelen van náluk is. Mindenféleképpen a legközismertebb tény, hogy a jazzen az improvizáció alapul. De most ki mennyire mer bele menni a dolgokba? Hát gyakorlatilag az első hangzik az utolsóig, tehát van egy adott rész, ami általában közismert dallam, és erre van egy harmónia menet, de már ez a rész is egy picit meg van variálva. És innentől kezdve gyakorlatilag az egész kompozíció egy ismert dallam köré épülő variációs improvizációból alakul ki. Fekete Kovács Kornél szólistaként csatlakozott a trióhoz. 10 évesek voltak, amikor a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakára jártak. A tanszaki bemutatók muzsikus társai lettek hamarosan. Azóta is kisebb-nagyobb szünetekkel töretlen a kapcsolatuk Pintér Zoltánnal. Fekete Kovács Kornél az improvizáció jelenlétét a jazzben így magyarázza. Manapság a jazz muzsika az egy nagyon-nagyon szerte ágazó dolog. Tehát nagyon nehéz definiálni azt, amikor az ember azt a szót kiejti, hogy jazz, hogy műfaj szintjén mit is jelent ez a muzsika, de azt is gondolom, hogy bármiféle ágát játsza az ember ennek a muzsikának, egy dolog mindenképpen közös, az pedig az, hogy az ember úgy megy fel a színpadra, hogy nyitott fülekkel van, és figyel a muzsikus társaira, és próbál saját magával úgy rendelkezni játék közben, hogy alkalmazkodjon a többiekhez. És ez sok esetben olyan helyzeteket szül, ami váratlan. És amikor az embert egy váratlan helyzet éri, akár az életben, akár a zenében, akkor improvizálnia kell, hiszen nem készült fel rá. Na most mi, amikor otthon gyakorlunk, akkor arra készülünk, arra gyakorolunk, hogy a legváratlanabb helyzetekből is ki tudjuk magunkat vágni. És valójában, amikor jazz játszunk, teljesen mindegy, hogy ez programzene, vagy egy jam session, vagy standardeket játszunk, vagy a valaki által nagyon aprólékosan megkomponált programját viszi a zenekar egy színpadra. A lényeg az, hogy ismerjük fel a lehetőséget, a pillanatnak a lehetőségét, és erre próbáljunk meg az idő tört része alatt reagálni. Thank you.
est repertoárja nagyon színes, gazdagnak ígérkezett. Csupa jazz örökzöldet hoztak, sőt olyanokat, amelyek a Broadway musical világából valók. A jazz muzsikusok legnagyobbjai is gyakran nyúltak ehhez a világhoz, és kiválóan feldolgozták azokat. Amikor én elkezdtem a pályámat, akkor javarészt olyan zenekarok voltak így a szakmában, akik standardeztek, akik az örökzöldeket játszották. Ki így, ki úgy, de minden esetre az, hogy valaki egy saját programzenével áll színpadra, ez mondjuk azt, hogy meglehetősen ritka volt. A 90-es években ez egy nagyon fontos dologgá lett, hogy ha egy zenésznek van egy identitása, akkor azt a saját zenéjén keresztül tudja emblematikusan közvetíteni a közönség számára. És valahogy azok az együttesek, akik csak egyszerűen a jazz nyelvét beszélve örökzöldeket, standardeket vittek színpadra, ezek valahogy úgy elkoptak. És amikor a Zoli meghívott ebbe a trióba, akkor számomra az egyik legnagyobb öröm volt, hogy itt nem valakinek a mondjuk a saját gondolataihoz kell nekem igazodni, hanem azt a nyelvet próbáljuk meg újból megfogalmazni, amit mondjuk az, így, hogy tanuló éveinkben magunkba szívtunk, és ahogy a jazznek az alapjait tanultuk meg, ezen a repertoáron ezt tudjuk a leginkább megmutatni. És ebből is fakad, hogy a ma este jazz örökzöldek, standardek fognak elhangozni. Sikerüket a nézők száma igazolja, teltháznak örvendett aznap este Pécsen a Zsolnai negyed E78-as koncertterme.